Messi. Mégis hol a Manóban lehetnek? Majd jönnek. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Jó, lekapcsolni. Kinyitni a kemencét. Szállott nyomozó. Főnök! Az egyik kemencében találtak egy holttestet. Nem tudni, hogy kicsodát. Ki a főnök? A vágóhíd vezetője. Ilyen habzőny. Jó. Lássuk, mivel állunk szemben. Csont és vér. Merre van? A gyár másik oldalán. Csak menjen a szag után. Uff. Nem késett el egy kicsit? Micsoda meglepetés. A tékozló visszatért. Már biztos számolta a napokat. Ne olvadjon el magától. Mit tud eddig, Markus? Férfi, átlagos alkat. A könyökök, a térdek és a nyak behajlítva, jellemző a súlyosan megégettekre. Szerintem úgy 1,75 magas lehet. Kora? Nagyjából. Az amalgán tömésekből ítélve középkorú lehetett, és itt van ez. Egy jegygyűrű. Egyelőre ennyit tudok mondani. Személy azonosításra semmi esély. A csontvelőjéből ítélve talán megtudhatunk majd valamit, de erre nem vennék mérget. A hő árt a DNS-nek. Van sérülése? Azon kívül, hogy... A kemence rendkívül magas hőmérséklete miatt nehéz meghatározni a halálokát. A boncolás után talán többet tudok majd. Jó. Közben egy csapattal vizsgáljon át mindent. Új lenyomatok, vérfoltok, stb. Főnök, ez egy vágóhíd. Szereti a kihívásokat, nem? Mr. Hobson... Stanhope főfelügyelő vagyok. Én vezetem a nyomozást. Biztosan mélyen ledöbbent, amikor megtalálta őt. Ha nincs áramkimaradás, akkor már csak por lenne. A test felismerhetek. Igen, láttam. Akkor azt kizárhatjuk, hogy az egyik alkalmazottja lenne. Nem az. Nem az volt. Miért biztos benne? Nem közénk tartozik. Akkor hogy került ide az egyik kemencébe? Fogalmam sincs. Nézze, tisztességes vállalkozás ez. És most épp pénzt veszítek. Hát minél előbb körbevezet minket a területen, annál előbb állhatnak vissza. Kivéreztetés fellógatás. A tetemeket felvágják és lefagyasztják. A maradékok elégetésre kerülnek.
Az élelmiszerbiztonsági hivatal szabályai alapján működünk. A fertőzések elkerülése miatt külön termek vannak. Vagyis nehéz lenne elrejteni egy testet. Nem innen került oda. Mi van a szállítókkal? Az AMT-k fele kívülről jön. És itt égetjük el. AMT? Állati melléktermék. Ipari hulladékok, elhullott állatok. Ha jó a kísérőlapjuk, elégetjük. Fejlett gyár, automata működés. Szóval lehetséges, hogy egy holttest észrevétlenül bekerül ide? Minden szállítmányt szigorúan átnézünk. Helyes munkavégzés az ipari sztenderek szerint. Szükségünk lesz az összes itt dolgozó nevére és címére. Portás, mészáros, stb. És egy lista a jelenlegi beszállítókról. De ez nagyon sok idő. Akkor jobb lesz, ha bele is kezd. Ez biztos belsős munka volt. Ismerniük kellett a működést. Mindenhonnan hoznak ide dolgokat. Az a test bárhonnan jöhetett. Na jó, szóljon a csapatnak, megbeszélés lesz. Sóvárgok egy csésze teáért és egy békönös szendvicsért. Férfi, felnőtt, feltehetőleg középkorú, összeégett egy vágóhíd kemencéjében. Zéro személyazonosítás, és nem tudni a halál beálltának idejét. Szerintünk tegnap este 6-kor került a holttest abba a kemencébe. Elvileg minden műszak előtt átnézik azt. Igen, de ezt csak ők állítják. A váltott műszakban dolgozók száma adott. Szóval vagy egy látogatása során ölték meg, vagy kívülről hozták be a holttestet. Jártam az eltűnteseknél. Senkit nem jelentettek be mostanában. A fickónak volt jegygyűrűje. Tételezzük fel, hogy nős volt. Egy kamera van az épületben, a kemence rakodó részén. Sehol máshol nincs megfigyelés? Nincs. Arra gondolhatnánk, hogy rejtegetnek valamit. A Brankley-t 5 évvel ezelőtt megbírságolta a fogyasztóvédelem. Ilyen Hobbs-Wayne-t elítélték illegális lóhús árulása és helytelen dokumentáció miatt. Tényleg? 4 hónap felfüggesztve. Akkor lehet, hogy még mindig vaj van a fején. Kenny, tudni akarom, mit vett fel a kamera. Mit hoznak, mit visznek. És hogy mit csinált valójában az éjszakai műszakok alatt. Mindkét lába eltört, feltehetőleg a halála után. Az izmok és az inak szénné égtek, és az alattuk lévő csontok is nagy hőnek voltak kitéve. Az biztos, hogy holtan került be oda. Ez is valami. És ezt azért tudja, mert... Nincs korom a légutakban. És még véletlenül sem tudja a halálokát. Ez halál előtti lőtt seb. Közelről fejen lőtték, hátulról. Lelőtték? 7.65-ös kaliber. A testet tekintve csoda, hogy ez meglett. Amilyen gyorsan csak tudja, vigye a lőszert a ballisztikára, Markus. Jó. Halál beállta? A belső szervek meglehetősen érintetlenek. Megmenekültek a legnagyobb hőtől. Én úgy tippelem, hogy legfeljebb pár órával a halála után égették el. A DNS-éről semmi sincs, még mindig nem tudjuk ki ő. Már is mondom a jó hírt. A megégett testek felveszik az úgynevezett pugilisztikus testtartást, vagyis a kezük ökölbe szorul, mint a boxolóknak. Ha megnézi az ő kezeit... Az új lenyomatai védve voltak. Lenyomozzuk, kihez tartozik. Markus, ezzel felvillanyozta a napomat. Ugye, mégis hiányoztam. Hát azért ez ne szálljon a fejébe. Már így is túl nagy. Megvan. Fejbe lőtték hátulról. Legfeljebb pár órával azelőtt, hogy rátaláltak. Ha így volt, azt valakinek hallania kellett. Nem feltétlenül. Ott elég nagy a lárma. A kérdés az, hogy vajon a vágóhídon lőtték el, és elrejtették az épületben, vagy valahol máshol, és áthozták ide? Főnök, a helyszínen ők lefuttatták az új lenyomatot. Na végre, haladunk! Nyilvántartásba volt véve? Igen. A belső rendőrségi adatbázis. A halottunk egy zsarú. Szóval, visszaemlékezne arra, mi történt tegnap reggel? A férje szokás szerint elment dolgozni, igaz? Hát nagyjából. 8.30-kor. 20 perc autóval. És pontosan hány órára várta őt haza?
Azt mondta, nem fog késni. Egyszer az életben. Búcsúztatóra kellett volna mennünk. Búcsúztató? Nyugdíjazási buli a klubban. A szótöni szociális klubban. Szóval akkor nyugdíjba készült a férje? Utolsó munkanap. 38 évig rendőr volt. Most jött volna a mi időnk. És ennek fogalma sincs, hogy hová mehetett. Én hívogattam Haleyt, a lányomat, de ki volt kapcsolva? Dolgoztam. Dupla műszak. Itt meg... Nem kell. Anya ettől kicsit jobb lesz majd. Miért akarta megölni valaki? Pontosan erre akarunk mi is rájönni. Mondják, volt valami... Valami a férje vagy az apja viselkedését illetően, ami aggodalomra adhatott okot? Hát, egyszerűen csak fáradt volt. Elege volt a munkából. És mondja, a munkahelyén nem volt valami gondja? Harry sosem beszélt az ügyeiről. Nem hozta haza a munkát. Nem vitázott valakivel, barátokkal, családdal? Ezzel nem várhatnánk. Csak szeretném megtudni, milyen állapotban volt az apja. De hát még sokkos. Nézel rá, alig aludt. Ide küldjük a kollégánkat, akivel átbeszélik majd, hogy hogyan zajlik egy ilyen folyamat. Jó? Vele maradok. Hogy ne essen baja. Eltűnt egy rendőr. Miért nem szóltak a közeli rendőrőrsöknek? Utána járunk, hogy a nő mikor jelzett. Nyugdíjazásának napján ölték meg. 38 év munka után. Nem jutott el a búcsú buliára. Azért nem hibáztatom. Lehet, hogy nincs sok látnivaló, de itt kiderül, milyennek tartották. Vera Stanhope, főfelügyelő, Northumberlandi rendőrség. Harry miatt? Jelen is se volt itt tegnap este, nyugdíjazási buli. Rendesen el akartunk tőle búcsúzni. Rendszeresen járt ide? Ő és Rita, minden pénteken, kivétel nélkül. Aggódott, amiért nem jöttek el? Rita hívott, mert Harry nem ért haza. Jesse átment volna, ha nem lettünk volna tele. Jesse? A férjem. Ezer éve ismerik egymást. Leadná Haley őrmesternek a vallomását. Lenne egy perce? Szeretnék önnek feltenni pár kérdést. Jó barátok voltak Harryvel? Hát... Na, ez szép volt. Mindenkinél jobban ismertem. Éjjövök. Szóval itt találkozgattak péntekenként. Mindketten 18 évesen csatlakoztunk. Az apánktól tanultunk kártyázni. Én is megtanítottam a fiamat. Jó volt. Igen. Ne, te jössz. Azt is túlélt a barátságunk, hogy zsaru lett. Csítuljatok el, fiúk! Tisztelet! Ó, még fiatalok. Mikor beszélt vele utoljára? Telefonon beszéltünk. Tegnap ebéd körül. Szólni akartam neki a buliról, amit szerveztek. Milyennek tűnt a telefonban? Szórakozott volt. Nem volt önmaga. Mit ért ez alatt? Én a közelgő nyugdíjnak tudtam be. Nem vallotta Beritának, de Harry rettegett tőle, hogy túl sok szabad ideje lesz. Hello, Chandra felügyelő? Igen. Hello, Haley őrmester. Hello, örvendek. Stanhope főfelügyelő. Örvendek, foglaljanak helyet. Még nem ülepedett le a dolog.
Amikor valaki közülünk... Van nyom, amin elindulnak? Nincs, próbáljuk feltérképezni a mozgását az utolsó napon. A halál a napján szokás szerint munkába indult. Ez így nem igaz. Miért mondja ezt? Beteget jelentett. Williams őrmesterrel beszélt. Akkor senki sem látta őt itt tegnap. Nem volt önmaga egész héten. A legutóbbi ügyei okot adhattak erre? Gondolja, hogy ez a munkával függ össze? Nem zárhatjuk ki a halál módja miatt. Ha gondjai lettek volna, szólt volna nekem. Azt mondta, nem volt önmaga. Egyszerűen rossz kedvűnek tűnt. Beszélnem kell Williams őrmesterrel. Eligazítást kellene majd tartanunk. Arra sok idő van még. Ez az ő asztala? Gratulálunk a nyugdíjazáshoz. Gyűjtöttünk neki. Jacqueline Williams őrmester. A barátaim Jacknek szólítanak. Tegnap beszélt vele telefonon. Azt mondta, nem jön dolgozni. Azt mondta, hogy ha kérdeznék, akkor nem érzi jól magát. Milyen zsaru volt ő? Megbízható volt. Alapos, józan, bár néha a papírmunkával elmaradt. Harry régi vágású rendőr volt. A Brankley vágóhídon találtak rá. Pár éve megbüntették őket. Az ügyészségnek adtuk az ügyet. Fenton őrmester benne volt? Nem közvetlenül, a fogyasztóvédelem csinálta a kutatómunkát. Jó van. Haley őrmester, kellenek a legutóbbi ügyei, a laptopja... Mindent rendelkezésre bocsátunk. Rendben. Őrmester segítene? Mind meg akarjuk tudni, hogy kitette. Értesítjük majd, ha van valami fejlemény. Köszönöm. Szóval beteget jelent. Hazudik a nejének, a kollégáinak. Ez nincs párhuzamban azzal a sok dicsérettel. A főnökük szerint rossz kedvű volt. Mit gondoljunk Chandra felügyelőről? Feltörekvő csillag, az biztos. Ambíciózus fiatal rendőr. Minek is hívta? Régi vágásúnak. Hát lehet, hogy emiatt nem volt jó a kapcsolatuk. A fogalmam sincs, miről beszél. Tessék! Harry Fenton legutóbbi ügyei. A csalás elleni részlegről vannak. Nézzék át az összeset. Köszönöm. Melyek köthetőek a szervezet bűnözéshez, köszönöm, személyiséglopáshoz, online hekkeléshez, azokhoz, akikkel nem szívesen szórakoznak. Azt mondja, hogy csoportos dolog lehet. Semmit sem zárhatunk ki, Kenny. Azt tudjuk, hogy 8:30 körül ment el otthonról aznap reggel, amikor meggyilkolták. Nem ment be dolgozni, szóval rá kell jönnünk, merre járt a kérdéses időben. Itt van Harry Fenton hívás listája. Rendőrségi telefonja volt, nem? Egy megvan itt jelölve. Két hívás egy feltöltős telefonról. Az egyik péntek délután. A hívás alig egy percig tartott. A halál a napján kivel beszélhetett? Még próbálják belőni a GPS rendszert. Amíg várunk, van valakinek ötlete? Átnéztem Harry pénzügyeit, főnök. A rendőrségi nyugdíjrendszerrel volt szerződése. De ha Harry szolgálat teljesítés közben halt volna meg... Ezt még nem tudjuk bizonyítani, Kenny. A neje egy jelentős összeggel gazdagodna. Lehet, hogy ez semmit nem jelent. Gyerünk, mondja nyugodtan. Utána néztem a lóhúsos üzletnek. A vezető, akit megbüntettek a Brankley-ben... Igen, Hobson. Igen. Állítólag megfenyegette a vágóhídon nyomozókat. Erősítést hívtak a helyszínre. Ő az, akihez Northumberlandben fordulni szokás. Szóval egy férfi, aki kezeli a fegyvereket. Ettől még nem gyilkos. Nem, de ettől lesz nagyon érdekes. Mr. Hobsvein. Most meg mi van? Sikerült megtudni a kemencében talált fickó személyazonosságát. Egy rendőr. Még sosem láttam. Merre volt péntek délután? A Hexen pályán. Szemet vetett a lóhúsra? Tudjuk, hogy rossz dolgot tett. Lóból készült ételek. Kifizettem a büntetést, betartom az ajánlásokat. Az a helyzet, hogy kétlem, hogy ez így lett volna. Talán ezért került oda a holttest észrevétlenül.
Van, hogy megtaláljuk a kiskaput. Életben kell maradni ebben az üzletben. Most beszéltem a helyszínelőkkel. Azt mondták, nem működött együtt. Ó, már kezd alakulni a kép. Őket is megfenyegette? Nézze, ez a hely Benge élen táncol. Ha kiderül, hogy holttestet találtak, itt végünk van. Szeretnénk látni a fegyverviselési engedélyét és a fegyvereket, amiket magánál tart. Elmondja miért? Ezt a rendőrt hátulról fejbe lőtték. És azt hiszik, hogy mit tettük? Gondolom nem bánná, ha leszállnánk önről. Igen, Kenny? Át kellene jönni a lópatomba. Megvan Harry autója. Biztos az övé? Biztos. Egyezik a rendszám. Lópaton. De miért parkolt le oda? Igen, itt vagyunk az erdőben. Oké. Oké, értem. És pontosan merre mutatja a jelet? És mit gondolsz erről? Szerintem volt itt egy másik jármű is. Köszi, Markus. Jó, jó. Jó nagy a kupi az első ülésen. Vagyis nem volt utasa. Egyedül utazott. Markus talált egy másik keréknyomot. Vajon várt valakire? Itt a cipője. Számla tankolásról. Souten Burn Services. Pénteki dátum. 16.03. Meg kell nézni az ottani térfigyelő kamerákat. Főnök, megnéztük Harry eltűnt telefonjának színes jelét. Elméletileg a domb tetejéről jelzett. Ezt látnia kell, főnök. Azt hiszem, találtunk valamit. Úgy tűnik, valaki megpróbált itt feltakarítani. Ez itt vér? Főnök! Biztos, hogy vér. Jó. Jöjjenek a helyszínelők. Szerintem megtaláltuk a tetejét. Mit talált? Van itt egy félcipőnyom. Valamilyen bakancs lehet, 44-es méret. Ez itt nyilvános hely, bárkié lehet. Nem, nem. Ezen van egy különleges barázda. Tisztán látszik. Ó, igen. Van más is, ami érdekes lehet? Igen, erre. Látja ezt a nyomot? Szerintem erre hozták a holttestet. A talaj nedves volt, és nyomot hagyott. Azt mondja, hogy elvonszolták abból az épületből egészen odáig? Jól összefoglalta. Hát az komoly munkába telhetett. Jó, ellenőrizzük le a vért. Hát, ha találunk egyezést. Majd jelentkezem. Pénteken késő délután esett, igaz? Az istálló a legközelebbi hely, ahová be lehet bújni. Talán csak a kocsijában ült. Mm. Ez biztos megtervezték. Szándékos volt. Bárki ölte is meg, azt felvezette a kitaposott úton. Hogy ne legyenek szemtanúk. Ez az út hova vezet? Van ott pár falu. Bolem és Hardbridge. Mezőgazdasági falvak a folyó két oldalán. Abba az irányba... Arra van a B út, amin bejöttünk.
Vagyis Harry feljön ide, hogy találkozzon a gyilkosával. De hogy kerül végül a vágóhídhoz? Az 30 kilométerre van. Főnök, Ian Hobsvane alibi a helytálló. Mi? A főpályamester igazolja, hogy találkozott vele a Hexen versenypályán. Az utolsó futam 4:45-kor volt. Akkor ezzel nyert pár órát. Necces a dolog így, de nem lehetetlen. A ballisztika leellenőrizte Hobsvane pisztolyát. Biztos, hogy nem az a gyilkos fegyver. A másik fegyver egy lőpuska. Pontosan milyen fegyvert is keresünk? Beretta M1935-öst. Második világháborús darab. Oh, nagyszerű. Ilyen minden Tomnak, Dicknek, Harrynek van a padlásán. Hát, szerintem Harryt már kizárhatjuk, kivéve ha saját magát lőtte le. Megnéztük a benzinkút felvételeit. Eszerint Harry egyedül volt az autóban. Jó, akkor mit is tudunk? Még életben van 4-kor. 5 körül esik az eső Lopaltonnál, és Brankley úgy 30 kilométerre van. Vagyis a holttestet egy órával később vihették el a vágóhídhoz. 6 körül. Ami leszűkíti a beszállítók listáját. Igen. Így már csak 2 jármű jöhet szóba. Ezek érkeztek péntek 6 után. Az egyik feldolgozott húst vitt el. És a másik? Ez egy nagy kamion. 18:13-kor. Állítsa meg, Kenny. Akerman's szállítmányozás. A telephelyük Morpethben van. Tudjátok, hogy ezt a szállítmányt időben kell kivinni. Ez egy kritika akar lenni, de muszáj pontos. Hello! Azért, mert... A főnököt keresem. Meg is találta. Haley őrmester vagyok a rendőrségtől. Ő Stanhope főfelügyelő. Beszélhetnénk egy csendesebb helyen? Menjünk az irodába. Az jó lesz. Hát, szállítunk a Brankleynek. Szerződésünk van a vágóhíddal már, vagy 1000 éve. Az egyik kamionja ott volt péntek délután. Beszélni szeretnénk a sofőrrel. Pénteken. Jó. A sofőr nem volt más, mint... Naz. Naz? Épp munkája van. Akkor szólna neki, ha megkérem. Kérlek, szólj Naznak. Jöjjön be az irodába. Elmondja, hogy miről van szó. Nos, hát egy gyilkosság miatt vagyunk most itt. Nyomozók vagyunk. Találtak egy holttestet a vágóhíd kemencéjében. És ehhez nekünk mi közünk? Szerintünk a holttestet abban a kamionban vitték oda. Kizárt. A sofőrök mindig átnézik a rakományt. Látni akartál? A rendőrség van itt. Most minek? Bejön egy pillanatra. Azt próbáljuk megtudni, merre járt ez a fickó. Felismeri őt? Kellene. Ő Harry Fenton őrmester. Elhunyt. A holttestét a Brankley vágóhídon találták meg. Ön vitt szállítmányt a Brankleybe a halála napján, péntek délután. Ja. És akkor? Szeretném tudni, ön merre járt. A Baumit fúznál szedtem fel a rekeszeket. Ez egy catering cég a Haydon Bridge-nél. Benne van a könyvben. Ez hány órakor volt? Úgy 4:30 körül, a műszakuk végén. Jó. És a hulladék, amit felvett, egyből ment a kemencébe, igaz? Igen, így van. Jól van, szólnunk kell a helyszínelőknek, hogy vizsgálják át a járművet. Pillanat. Minek? Szerintük a holttestet a kamionban vitték oda. És már is rámutogatnak? Erről szó sincs. Egyelőre csak kérdezősködünk. Nem vettem volna észre egy holttestet. Én azt tudom, hogy nem magától sétált oda. Nyugodtan nézzék át a kamionokat. De mind ki van tisztítva és fertőtlenítve. Ez a szabály. Nézzék, késésben vagyok. Van még valami? Nincs. Ha kellene, tudjuk, hol lesz.
Ő egy rendes sofőr. Csak kissé faragatlan. Küldje el Kennyt a Baumit Foodshoz. Ellenőrizzük az állítását, a gyár működését. És ennek a kettőnek nézzenek utána. Várjon egy pillanatot. Ön Jesse Hennings fia, igaz? Garrett? Nem is tudtam, hogy itt dolgozik. Lassan már 4 éve. Talán ön is sofőr? A targoncái. Aha. Raktáros cuccok leginkább. Gondolom nem hiányzik ez a felhajtás. A sok jövésmenés. Minden egyes szállítmányt feljegyzek. A kiszállításokat, felvételeket. Harry miatt van itt? Miért mondja ezt? Hát én csak tippeltem. Tudom, hogy járt itt. Kérdezősködött. Tényleg? És mikor? Úgy pár hete. Valami vizsgálattal kapcsolatosan. Ezt abban a klubban mondta el? Azt mondta, nem beszélhet róla. Visszamegyek dolgozni. Jó, nem akarom feltartani. Szállítmányozás. Mit tud róluk? A telep jelenleg kivizsgálás alatt van. Én vezetem a nyomozást. Miért? Állítólagos csalás miatt? Egy névtelen forrás felhívott minket azzal, hogy a sofőrök piszkos pénzt mosnak tisztára. A forrás mondott neveket? Nem. De utána jártak? Harry elment a telepre, hogy kérdéseket tegyen fel. Kiderült valami, amiről tudnunk kellene? Semmi terhelő. Még folyik az ügy. Ha már itt tartunk... Miért olyan érdekes ez a cég? Lehet, hogy egyelőre még irreleváns a dolog. Van nyom, amiről tudnom kellene? Harry szinte családtag volt. Ez személyes ügy. Ezért gondolom, hogy jobb lesz, ha hátra lép kicsit. Oké. Lehet, hogy ez sem releváns, de Harry arra kért, hogy vegyem le az ügyről összeférhetetlenség miatt. Nem említette, hogy miért? Nem kérdeztem. Nyugdíjba készült. Kifogástalan múltja volt, nem akartam ezt kockáztatni. Örülök, hogy ezt tisztáztuk. Csak kár, hogy ezt nem említette előbb. Szóval az áldozatunk egy csalás után nyomozott. A legjobb haverjának a fia azon a telepen dolgozik. Ahogy sokan másan szólt ebből. Igen, de ez lehetett az összeférhetetlenség oka. Harry ki akart lépni. Chandra felügyelő ezt titokban tartotta volna. Mi van, ha Garrett adta a tippet Harrynek? Vagy Garrett is benne volt a sunyiságban. És Harry rájött? Ez is egy lehetőség. Vajon a neje tud erről mondani valamit? Nincs itt a lánya? Be kellett mennie dolgozni. Mrs. Fenton. Megtaláltuk a férje autóját. Az erdőben parkolt, a mocsáros szélén, pár kilométerre Morpettől. Nincs ötlete, hogy mit csinálhatott ott? Hát, mindig elment egy kicsit, ha úgy tartotta a kedve. Volt, hogy kilométereket sétált. Szerintünk találkozója volt ott valaki. Arról nem tudok. Pár nap múlva kiadják a férje holttestét, úgyhogy kezdhet intézkedni. Kellene valami ruha. A legjobb kabátja az ágyra van terítve. Elmegyek érte. Sokan rótták le tiszteletüket. Biztos szerették őt. Eileen jött át a klubból. Itt volt egy kicsit. Az ő fia, Garrett, az Akerman's telepen dolgozik. Jesse szerzett neki ott munkát. Tudta, hogy a telep ellen nyomozás folyik? Nem,
Nem tudtam. Harry nem említette? Nem. Kaptunk virágot az Akermanstől. Tegnap hozta ide a futár. Kézzel írt kártya. Dale Akerman, a cég igazgatója. Harry személyesen ismerte őt? Szótömbben nőtt fel. És tartotta a kapcsolatot. Dale Akermannek nem volt ideje hozzánk hasonlókra. Nem járt már itt. Több mint 20 éve. A zsebek üresek, a cipő 46-os. Mint amit a kocsiban találtak. Nincs már mivel dolgozni. Várjon még 10 percet. És megyünk vissza az Őrsre. Legyen óvatos! A parton elég sok a futóhomok. Ó, igen, ilyen egészen a parkig. Eléggé ismerem a homokot. Tudom, merre léphetek. Ezek rákok? Sok van, ha tudjuk, hol keressük. A gödröket kell keresni. Igen. És miért jött? Akerman szállítmányozási telep. Biztos tudja, hogy csalási ügyben zajlik nyomozás. Tudom. Hiszen Garrett ott dolgozik. Harry szólt, hogy figyeljünk oda, mert valamelyik sofőr pénzt lop. Szóval nem Garrett szólt a rendőrségnek? Nem, nem ő szólt. Ön beszélt Dale Akermannel az érdekében? Tudom, hogy Southampton-ben nőtt fel. Még jóval azelőtt, hogy gazdag lett. A titkárról beszéltem. Segítséget kértem. És munkát ajánlott. De sosem felejtette el, honnan jött. Még a klubnak is adományozott pénzt. És Harry mit szólt ehhez? Kétlem, hogy szólt volna hozzá bármit is. Biztos mondott valamit. A sofőrök pénzt tüntettek el. Ez pletyka. Semmit sem jelent. Már jön a dagály. Igen. Ideje visszamenni. Azt mondta, hogy Harry nem volt önmaga mostanában. Csak kezdett megöregedni. Szerintem nem csak a nyugdíjazása zavarta. Valamit nagyon ki akart beszélni magából. Az életét adta a munkának. Hosszú éveken át keményen dolgozott, ez természetes, aztán meg elküldik. Ettől megkeseredik az ember, még a legerősebbje is. Értettem. Így lesz, kösz. Főnök, most beszéltem a helyszínelőkkel. Vérnyomot találtak a bakancsnyomban, és igazolták, hogy Harryé volt. Azt kizártuk már, hogy az a bakancs az övé volt-e? Más a méret, főnök. Akkor feltehetőleg a gyilkosa viselte azt. Igen. Szerintem eltérített minket a vágóhídhoz való kötődés lehetősége. Most koncentrálnunk kell erre a csalásügyre. Akerman szállítmányozás. A sofőrök pénzt mosnak tisztára. Nincs nyoma annak, hogy kikérdezték volna a Garrett Henningst, de Harry felvette Naz Ahmed vallomását. Vagyis Ahmed hazudott. Azt mondta, nem ismeri fel őt. Igen, okkal nem volt őszinte velünk. Naz Ahmedet garázdaságért elítélték. 6 hónapot töltött Durhamben. Már érthető, miért volt olyan merev. Beszéltem a beszállítóval, a Bowmead Foods-szal. És igazat mondott. 4:37-kor jött el a gyárból. Ezt a gyár vezetője rögzítette és ellenőrizte is. Jó, de hát csak 6 után ért oda a vágóhídhoz. Mi tartott neki eddig? Tett egy kis kitérőt. A jelenléti íve szerint, amit a szállítmányozó cég adott, megállt felszedni pár elhullott állatot. Jó, de hol? Hol vette fel azokat? Harbridge nevű falu mellett, főnök. Harbridge? Az alig 2 kilométerre van a tetthelytől. Legyenek óvatosak! A gyanúsítottnál fegyver lehet. Rendőrség! Igen. Azonnal szálljon ki a kamionból!
elkaptuk. Gyerünk. Jelentést adjátok fel. Intézem. Miben is szép? Mi itt vagyunk a telepen. A főnöknek nyoma sincs. Ebédkor ment el. Mindent elvitt az irodából. Akkor nem lesz az útjában. Felhatalmazás kell, hogy elvigye, ami ott maradt. Számítógépek, kamerák, és kell az otthoni címe. Letartóztatták Naz Ahmedet? Igen, most fogjuk kikérdezni. Ezt mikor akarta elmondani? Hát most van itt, nem igaz? Ez konkrétan veszélyezteti a nyomozásomat. Sajnos ezen nem segíthetek. Én is be akarok menni. Figyelhet abból a szobából. És ne felejts el, hogy kivel beszél. Asszonyom. 30 000 használt bankjegyben. Sok időbe telt megszámolni. Tudjuk, hogy ez piszkos pénz. Én csak felveszem és leteszem, ahol mondják. Á, szerintem ennél többről van szó. Szerintem maga is a főnök nője áll a csalás mögött. Alig ismerem őt. Hát pedig eltűnt a többi zsozsóval. Tudja, hova ment? Hm? Átnéztük a könyvelést. Rengeteg pénz hiányzik. Jó, akkor ön elhullott állattetemeket szedett fel a Broadwick farmnál, azon a napon, amikor az elhunytat megölték. Alva született bárányokért kellett elmennem. Ez egy órával megnövelte az utamat. Ezt miért nem említette korábban? Nem gondoltam, hogy fontos. Belenézett a táskákba? Miért tenném? Fel vannak címkézve. A farm melletti út véletlenül pont a tetthely mellett megy. Erről semmit sem tudok. Van még valami, amiről nem tud. Harry Fenton őrmester 4 héttel ezelőtt kikérdezte magát a telephelyem. Több sofőrrel is beszélt. De egyiküknek sincs Prius a garázdaság miatt. Szerintem ő a csalás után nyomozott, és megfenyegette, hogy visszajuttatja a börtönbe. Azonnali hatállyal kérem a kihallgatást berekeszteni. Szeretnék az ügyfelemmel beszélni. A felvétel kedvéért William Brackley, Naz Ahmed ügyvédje belépett a helyiségbe. Remélem, a jogai nem sérültek. Ezt a férfit egy gyilkossági üggyel kapcsolatban tartóztattuk le. Jogom van feltenni neki pár kérdést. Ha lenne bizonyítéka, akkor már meg is vádolta volna őt. Megmondom, mi van itt. Ő egy gyanúsított, akit az elhunytunk kikérdezett egy lopással kapcsolatban. Bizonyítékunk van, hogy részt vett bűnügyi cselekedetekben. Egy holttest került elő egy vágó hitkemencéjéből onnan, ahová az ügyfele a gyilkosság napján árut szállított. Higgy el nekem, nem megy innen sehova mostanában. Főnök! Ki szólt ennek, hogy letartóztattuk Naz Ahmedet? Megjelent a bejáratnál, és látni akarta őt. Nem egy tipikus külsei ügyvéd, igaz? Nem állami fizetésből vette az öltönyét, azt tudi. Az még a mosatása se lenne elég. Főnök! Főnök! Vajon kiállja a számlát? A helyszínelők áttörést értek el. Jó, igen, hallgatom. Találtak a kamionban ugyanolyan rostokat, amilyenek a tetthelyen is voltak. Bizonyíték, hogy a holttest a kamionban volt. Kenny, küldje a helyszínelőket a Broadwick farmra, ahol Naz felvett valamit. Maga is menjen oda. Tartsa szemmel őket. Ez legyen az első holnap reggel. Rendben. Mark, nézzen utána ennek az elit ügyvédnek. Vajon honnan mászhatott elő? Semmi sem köti Harry megöléséhez. Ha bűnös, azt megtudjuk. Talán túl markánsan léptem fel. Ezt a főnöknek adja be. Csak tudni akarom, hogy ki ölte meg. Megiszunk valamit munka után? Lehet, hogy van valami, amit tudok még. Hayden, menjen el Naz Ahmed lakására. A gyilkos fegyvert keressük. Ma sokáig dolgozom. Látogatunk van. Segíthetek? Mr. Ackerman? Igen.
Vera, a Stanhope főfelügyelő vagyok. Elnézést a zavarásért, uram. A csalással kapcsolatos nyomozásról van szó? Nem, nem, ez másik osztály már. Gyilkossági ügyben nyomozok. De okkal feltételezzük, hogy a két dolog összefügg egymással. Úgy hallottam, letartóztattak valakit a telepen. Igen, pénzmosás gyanúja miatt. Az egyik sofőrről van szó, aki feltehetőleg összejátszott a vezetővel, Jill Crowley-val. Biztosan téved. Jill már évek óta alkalmazásban van. Hát, az meg lehet, uram, de eltűnt a nő. Tartózkodási helye ismeretlen. Biztos tudott arról, hogy a rendőrség kikérdezte a sofőröket. Kicsit hátrébb léptem az elmúlt években. Leadtam a feladatokat. Szóval akkor nem találkozott ezzel a sofőrrel, Naz Ahmeddel? Nem. Garázdaság miatt ült már. A telephely működtetése Jill feladata volt. Ezt a férfit ölték meg. Zsaru, a neve Harry Fenton. Igen, hallottam róla. Na, persze, hiszen küldött virágot a nejének. A titkár nem küldhette. Egy kedves gesztus a cég nevében. Akkor nem is ismerte őt személyesen? Hát, kellene? Hát ő is Southamptonban nőtt fel. Elég rég jártam már ott. A csalással kapcsolatos állítások után nyomozott a halálát megelőző hetekben. Mit sem kapsz el? Ön szerint akkor emiatt ölhették meg őt? Igen. Gyere, papa! Itt a kaja! Kérem, bocsásson meg, családi összejövetel van. Na, nem tartom fel tovább. Engedje meg, hogy odaadjam a névjegyemet. Ez a magánszámom. Ha megtud valamit, mi együttműködünk a rendőrséggel. Ó, köszönöm. Ez mindig kicsit megkönnyíti a feladatomat. Átadom részvétemet a helyettes rendőrnyomozónak. Alkalmanként golfoztam vele. Ó. Várjon egy percet. Rendben. Főnök, a farmer azt állítja, hogy itt volt, amikor a tetemeket begyűjtötték. Bezsákolták, felcímkézték, majd ráhagyták a többit a sofőrre. Jó, és azt megerősítette, hogy Naz Ahmed volt a sofőr? Igen, találkozott vele többször is. Rendszeresen járt ide. Kérdezze meg, hogy látott-e mást is a gyilkosság napján, a területén, bármit, ami szokatlan lehetett. Rendben, főnök. Megsemmisülhettek a fontos bizonyítékok. Az eső nem jókor jött. Akkor azzal kell dolgoznunk, amink van. Lenne még kérdés. Tényleg délután nem látott valami szokatlan itt a területen, vagy az út környékén? Nem. Kissé, kieső helyen vannak ezek a konténerek. Távol kell tartani őket az élő állatoktól. Ez egy biztonsági szabály. Ez bárki hozzáférhet. Keressenek nyomokat ezeken a tárolókon, és ellenőrizzék a keréknyomokat is. Itt kell lennie valahol Fenton DNS-ének. Igyekszem. Kenny? Főnök? Mit tudunk Dale Ackermanről? Az Ackerman Holding vezérigazgatója. A szállítmányozásból csinált nagy pénzt a 80-as években, néha előkerül a neve. Vesztegetési ügyek, kenőpénz, de nem sikerült bizonyítani semmit. Mi van, ha a pénzmosás a vezetőségig ment? Egy nagy tekintélyű üzletember? Nem, sok a veszíteni való. Pontosan. Meddig képes elmenni? Gyilkosság? Utána néztem Naz Ahmed ügyvédjének, William Brackley-nek. Gyakorló ügyvéd, büntetőperes. Dolgozott a rendőri szövetségnek is. Ez is összeférhetetlenség lehetne. Összeköti őt valami Ackermannel? Ő volt a védőügyvéd csoportos keresetekben. A védence nem volt más, mint az Ackerman Holdings. Nem Naz Ahmed miatt jött ide. Ackerman küldte ide, hogy kutakodjon. Tudni akarja, mink van ellene, és mi sokat el is árultunk. Nyomon vagyunk Jill Crowley hollétével kapcsolatban. Egy kis faluboltjában használta a kártyáját, Fullburnben. Nem messze van innen. Igen, tudom, hol van Fullburn. Kenny, nyomozom még Ackerman után. Versenytársa, kapcsolatok. Hova teheti a pénzét? És mi van Naz Ahmeddel? Semmit sem találtak a lakásán. Meg mindig gyilkossági gyanúsított. Ha keresnének, Fullburnben leszünk. Jó,
Kivéve, ha dolga van valahol máshol. Tőlem mehetünk? Igen, ott van elől. Köszönöm. Nincs mit. Mark átküldött pár titkos infót Harry Fenton anyagi hátteréről. Lehet, hogy nem fontos, de nemrég fizetett ki egy hajóutat. 6 hét a Karib-tengeren, első osztályra. Ez leszívta rendesen a nyugdíját. A pirosat ne. Van hír Jill Crowley-ról? A pénztáros szerint kaját és gyújtóst vett. Azt nem mondták, hol találhatjuk meg? Benton Byrne házikó, a domb tetején. Tudjuk meg, kié a ház. Talán siet valahova? Jogtalan áfa visszaigénylések. Itt ez a sok jármű a könyvelésben. Miből gondolja, hogy ez nem legális? Megnéztük a nyilvántartást. Ezek a kamionok nem léteznek. Így elég könnyű eltüntetni egy kis pénzt. És ne sértsen meg azzal, hogy tagadni próbálja. A sofőr, akit fedezett, már leleplezte. Ilyet nem tenne. Szóval maguk ketten már egy pár? Akkor ezért vette fel, anélkül, hogy ellenőrizte volna a referenciát. Elrendeltük, hogy vegyen fel Nast. Ki rendelte el? Dale Ackerman? Tudjuk, hogy ez a ház az Ackerman's Holdingsé. Igen, és ezért azt gondolom, hogy ő is nyakig benne van ebben a csalásban. Ki részese még ennek az egésznek? Garrett Hennings? Garrett? Igen. Ő aztán nem tud semmit. Pedig ő minden mozgást feljegyzett magának. Igen. De tudja, hogy mikor kell befognia. Szóval nem tudja, hogy ki szólt a rendőrségnek. Ha tippelnem kellene, Danny Welch volt az, az egyik csomagoló. Kirúgtam, mert munka közben piált. Biztos tudta, hogy a szerencse forgantó. Aztán jött egy kíváncsi zsaru, aki fura kérdéseket tett fel. Semmi közöm ahhoz, ami vele történt. Szóval Nas ölte meg Harry Fentont? Nem. Hát akkor mondok én magának valamit. Maga csak az ő játékszere. Gyorsan beszélnék az anyukájával. Mondta, hogy meglett apa autója. Igen, így van. Akkor ott történt a dolog? A mocsárnál? Azt gondoljuk, igen. Csak egy helyben ül. Egész nap nem mozdult. Újabb kérdések? Csak pár apróság, Mrs. Fenton. Megtudtuk, hogy a férje hajóutat foglalt kettőjüknek. Azt mondta, nyaralnunk kéne. Első osztályon? Éveken át csak spóroltunk. Kizárólag a rohadt klubba tudtunk eljutni. Megígérte, hogy ez meg fog változni. Elmondom, hogy mi okoz nekem fejfájást. A férjéről kialakuló kép egyáltalán nem egyezik azzal, amit ön mondott el nekünk. Nem értem, mire céloz. Ő hazudott a hollétéről. Van valami, amit nem mondott el nekünk? Ez meg miféle kérdés? Amit az anyjának tettem fel. Azt hittem, hogy megcsal engem. Apa? Na ne nevettes. Mit tudsz te? Hiszen van, hogy hetekig nem is jössz ide. Miből gondolja, hogy a férje hűtlen volt? Nem volt az. Telefonhívások. Az elmúlt 2 hónapban. Felvettem, ő meg letette. Ha letette, honnan tudta, hogy nő volt az? Női megérzés. Ezt nem bírom hallgatni. Szerintem a nyaralást is bűntudatból vette. És elmondta neki, hogy mire gyanakszik? Nem volt merszem. Nem akartam tudni.
szeretett téged. Ezt te is tudod. Az elmúlt hónapokban megváltozott. Aztán pénteken, amikor nem jött haza, azt hittem, vele van. Akkor holnap találkozunk. Szia! Lenne egy perce? Egy kis romantika? Nem, csak beszélgetni akarok. Gondolom Harryről. Gondolom önök együtt dolgoztak. Ahogy mindenki. Összeszokott csapat. Akkor talán tudja, miért akart kiszállni az Ackerman ügyből. Nézze, én csak azt akarom megtudni, hogy ki ölte meg, érti? Talán fontos lehet. Nem hivatalosan? Ha ez kell hozzá. Mi kezdtünk utána járni Harryvel. Csak egy tippen tudtunk elindulni. Anonymous hívás. Ahogy kérdezősködni kezdtünk, tudtam, hogy találtunk valamit. Épp mikor kezdett összeállni a kép, már is szétesett. Harry elvesztette az érdeklődését. És azt mondta, felesleges folytatni. Ez így nem volt jól. Említette az aggodalmait a főnöküknek? Azt mondtam, a nyomokat követni kéne, de lezárta, mert nem volt elég bizonyíték. Azt hittem, hogy ezzel fedezi Harryt. Ez ám a feltételezés. Vagy ön tud valamit, amit én nem? Utána nézett az Ackerman Holdingsnak? Igen, volt hozzá szerencsém. Vegye elő a diáktüntetés aktáját. Letartóztatása 1989. 1989. Az majdnem 30 éve volt. Jóval a maga születése előtt. De Harry akkor már élt. Mocskos ügyez. Kezdjen el mélyre ásni. Miük van Jill Crowley ellen? Bevallotta, hogy részt vesz a pénzmosásban. Holnap lesz a meghallgatása. Belekevert valaki mást is? Ugyan, Aiden, ez az én ügyem. Szerintünk Harry arra gyanakodott, hogy Dale Ackerman is benne volt. Az igazgató? Ő szinte már nyugdíjas. Jó sokat tud róla. Csak hallomásból. Az ipar királya, a jótékonykodó helyi fickó. Ha a csaláshoz köthető, tudja, mit jelent ez? Újabb előléptetést? 10 évre hűvösre tehetjük. És ha köthető Harry meggyilkolásához? Komoly, hogy ő is képben van. Megvannak az eszközei, az indíték, csak el kell kapni. Gondolt arra, hogy nálunk dolgozzon? Most ajánlatot tesz? Szólhatok pár szót az érdekében. Nem biztos, hogy a főfelügyelő értékeli a tehetségét. Fel kell vennem. Bocs. Miattam igazán ne várassa meg. Főnök? Adjon 10 percet. Igen. Hazafelé tartottam. A pubon keresztül? Mi nem várhatott? Itt ez az 1989-es tüntetés. Mi? Igen, elég rég volt már. Dale Ackerman-t elítélték erőszak miatt. Szakszervezeti megbízott. Később visszavonták a vallomását. Tippeljen, ki volt az, aki letartóztatta? Harry Fenton, őrmester. Azt feltételeztük, hogy Fenton el akarta kapni Ackerman-t. Mi van, ha csak meg akarta őt védeni? Tudja, hogy mit jelent ez? Azt, hogy Fenton őrmester korrupt volt.
Az új munkaszerződés miatt volt sztrájk. A hajósok szakszervezete blokád alá vonta a kikötőket. Ackerman ultimátumot adott a sofőröknek. Áthajtanak a tömegen, vagy ki vannak rúgva? Harrynek és Ackermannek közös múltja van. Már régre visszatekint. Hát itt az összeférhetetlenség. Ackerman az információért fizetett neki. Miért lövik le a hírvivőt? Talán nagyobb étvágya lett, Kenny. Nem tudom. Szóval vizsgálják át Fenton anyagát újra. Telefonhívásokat, e-maileket, vagy bármi olyasmit keresünk, ami kapcsolatba hozható Ackermannel. Gyerünk, mozgás! És közben semmit sem szivárogtatunk ki, még más osztályoknak sem. A prioritás Harry gyilkosának megtalálása. A többi majd magától jön. Főnök, itt van annak a klubnak a taglistája, amit kért. Pár név meg lett jelölve. Garrett Henningst figyelmeztették pár hónapja. A klub előtt verekedésbe keveredett. És még egy ilyen problémás tagról tudunk. Danny Welch? Igen, részegen garázdálkodott. Ő a spicli ott a telepnél. Régebben tag volt. Minden idejét itt töltötte, főleg miután elveszítette a munkáját. A telepen dolgozott? Igen, ott. Szóval az ön Garrettje sok időt töltött vele. Danny Welch veszélyes volt. Ivott párat, és már is vége volt. Értem. Meg tudja mondani, hol találjuk meg őt? Danny meghalt. 6 hónapja megfulladt. Miért nézett át Harry egy olyan ügyet, amit már lezártak? Ha? Nem is ő hozzátartozott. Gaynor Wyatt-t keressük. Dannyről van szó? Bejöhetnénk, kérem. Hazafelé tartott. Részeg volt. A rendőrség szerint a víz partra most a Barrow Ridge Bay-nél. Lezuhant a sziklás útról. A halottként balesetnek nyilvánította. Igen, ez így mindenkinek könnyebb. Vagyis? Várható volt, hogy egyszer baja lesz. Nem nagy veszteség. Nem volt alkalma találkozni vele. Biztos hallottam, mi történt Harry Fentonnal, egy helyi rendőrrel. Igen, hallottam. Valamiért belemerült Danny halálának ügyébe. Ön tudja, hogy miért? Találkoztam Harryvel a klubban. Kértem, hogy nézze át új rajzügyet. És mit mondott erre? Azt mondta, így lesz, de hogy ne reménykedjek. A hívásaimat sem vette fel. Hát, ez a maga száma. Feltöltős telefon? A lánya megfenyegetett a végén. Hayley? Megfenyegette? Harry biztos azt mondta, hogy folyton zaklatom. De csak tudni akartam. És Danny ivott aznap este a klubban, amikor meghalt. Együtt a munkatársaival. A munkatársai tudták, hogy ő szólt a rendőrségnek a pénzmosás miatt? Mérges volt, hogy kirúgták. Én mondtam neki, hogy ne szóljon a rendőröknek. Akkor ez egészen máshogy alakult volna, ne? Danny volt a spicli a telepen. Megölték, mert szólt a rendőrségnek. Harry nyomozni kezdett, hát ő is meghalt. Pillanat. Ha ez a férfi a klubban ivott a halála estéjén, és hazaindult Gaynorhoz, akkor rossz irányba indult el. Hát ő is itt van. Lehet, hogy csak. Csak barátok vagyunk. Ez nekem semmi közöm. Most meg mit akarnak? Csak beszélgetni kicsit. Danny Welchről. Az apja nyomozott a halála ügyében. Ön tudta, hogy Gaynor volt az, aki hívogatta az otthoni telefonon, igaz? Igen, sejtettem. Ha ő az a másik nő, akkor miért nem nyugtatja meg az anyját? Nem tudtam, adjanak szik.
A múltkor hallottam erről először. Szerintem ennél többről van szó. Az apámnak bele se kellett volna néznie abba az ügybe. Azt mondta, hogy maradjon ez csak kettőnk között. És mondja, önök vitatkoztak emiatt? Megtudta, hogy elmentem Gaynorhoz. Teljesen kiakadt. Főnök, Dale Ackerman jött el önhöz. Azt mondta, nem szokták megváratni. Személyesen akar beszélni önnel. Így legalább nem kell behoznunk őt. Mr. Ackerman? Szeretnék négy szem közt beszélni Jill Crowley-val. Ó, sajnálom, uram, még kihallgatás alatt áll. Úgy döntöttem, nem teszek fel jelentést. Nem tenne jót az üzletnek. Azt majd én döntöm el, hogy mit kell tenni és mit nem. De ha már itt van, intéznék önhöz pár kérdést. Nincs rejtegetni való. Jó. Merre járt péntek délután? A jótékonysági rendezvényen. A cégem az egyik szponzor. Danny Welch. Kirúgták a szállítmányozási telepről, ő szólt a rendőrségnek a pénzmosásról, és két hétre rá meghalt. Mint mondtam, Jill intézte a telepügyeit. Itt ez a férfi, akit felvett, és aki jelenleg őrizetben van, Naz Ahmed. Maga mondta neki, hogy őt vegye fel. Akkor ez szerint én hazudtam? Könnyen meg lehet. Harry Fenton hívás listája. Bizonyíték, hogy felhívta önt két héttel ezelőtt. Egy nappal azelőtt, hogy a rendőrség behatolt a telepre. A nyomozó felhívott. Kérdezni akart tőlem valamit. Megbeszéltünk egy találkozót. Minden benne van a naplóban. Nem mondta, miről akart beszélni? Gondolom a folyamatban lévő nyomozásról. Nem. Ez nem hihető. Fenton őrmester kiszállt az ügyből. Összeférhetetlenség miatt. Már értem, miért nem jelent meg. Van itt egy fénykép. Ezt az ember biztos felismeri a sérülések ellenére is. Erőszakoskodás miatt feljelentették. Ez évekkel ezelőtt volt. Miután az egyik embere elverte. A vádakat ejtették. És ön szerint miért volt ez, hm? Mert az ügyön dolgozó egyik tiszt meggyőzte őt, hogy ez az ő érdeke is. És cserébe Fenton őrmester, akivel ön sosem találkozott, kapott egy listát az ismert lázítókról, akik közül sokat be is zártak. Ez csak feltételezés. És maga azóta is kenőpénzt ad neki. Hívja vesztegetésnek, vagy aminek akarja. Elháborító spekuláció. Maga nyakig benne van ebben a pénzmosásos ügyben. Harry információkkal látta el. Majd két héttel később megölték, és a maga kamionjában vitték őt ahhoz a vágóhídhoz. Fogalma sincs, hogy mivel áll szemben. Szeretnék telefonálni egyet. William Bradley-nek? Gondolom gyors hívásra van állítva. Szüksége is lesz rá. Főnök, az alibi rendben van. Ott volt azon a jótékonysági ebéden. Hát, Ackerman, ez hasonló ember nem piszkolja be a kezét. Főnök! Igen? William Brankley látni akarja magát. Ez most komoly? Nézz rá a jótékonyság honlapjára, és próbálja megtudni, mikor jött el onnan, Ackerman! Mr. Brankley! Asszonyom! Önnek nincs joga ahhoz, hogy jogi képviselő nélkül kikérdezze őt. Nem. Az ügyfele önkéntesen vett részt a kihallgatáson, és nem kell, hogy kioktasson engem, főleg maga. És ez mit akar jelenteni? Tudom, hogy kiadta Naz Ahmed kihallgatásának részleteit, és ez a titoktartási kötelezettség egyértelmű megsértése. Igen, de ezt nem tudja bizonyítani. Meg lehet. De megírom aggodalmaimat a kamarának. Úgyhogy vigyázzon, hogy mit csinál ezután. Thank you.
Elmehettem volna az Őrsre is. Hát, gondoltam, kettesben beszéljünk. Tessék. Jó van. Csupa föl vagyok. Azt mondta, sosem találkozott Dale Ackermannel. Arra biztos emlékeznék. A jótékonysági bálon, ahol ön ott volt, az ő cége volt a támogató. Szóval kutatott utánam? A vendéglistán láttam a nevét. Ha ő is ott volt, én nem beszéltem vele. Csak azért hívott ide, hogy ezt megkérdezze? A nyomozás során rábukkantunk valami érdekesre. Ami Fenton őrmesterrel kapcsolatos. Az összeférhetetlenségről van szó? Nem, szerintem korrupt volt. Harry? Nem, kizárt. Ezt maga biztosan mondja. Állandóan együtt dolgoztunk. Voltak hibái, de hogy korrupt, kizárt, ez teljesen esélytelen. Tudjuk, hogy kapcsolatba lépett Dale Ackermannel a halála előtt. Szándékosan félrevezette a nyomozást a csalás után. Gondolom, van bizonyítéka. A végzést, amit a telep auditálására adott ki, valaki lefénymásolta. Minden végzést megjelölnek és feljegyeznek, Harry nem lett volna ilyen hülye. Szerintem elvitte Dale Ackermannek. De nincs bizonyítéka. Megvágott telefonbeszélgetések, tanúvallomások eltűnése. Próbálta elrejteni a bizonyítékokat, hogy fedezze őt. És ki tud még erről? Egyelőre csak mi ketten. Kérem, ez maradjon is így. El kell mondanom a főnöknek. Hadd ássam bele magam, pár órát kérek. Ha a csapatomból vesztegettek meg valakit, akkor azt nekem kell kiderítenem, ha más teszi meg, az egységnek annyi. Aiden. Csak pár óra. Aztán megyek a főfelügyelőhöz. Szólok, hogy mit tudtam meg. Na és hogy ment? Bekapta a horgot. A modern nyomozással. Hogyha keresünk egy utat, akkor mindig találunk is. Sokszor telefonált egy olyan férfinak, akit ő nem is ismer. Az Émilek kitörlésével időt nyerhet, de én kiszagolom, ha valami valahol nagyon rohad. Beszélek. De nem itt. Harry nem akart kiszállni az ügyből. Maga akarta, hogy lépjen ki. Attól félt, hogy a csalás majd felrobban az arcába. És most meg egy gyilkossági nyomozást akad. Semmivel sem veszélyeztettem az ügyét. Semmivel? Tájékoztatta Ackermannt. Elmondta, hogy letartóztattunk valakit. 20 perccel később már ott volt egy ügyvéd. Mondja, mit ajánlott fel magának Ackermann? Hogy feljebb jut a ranglétrán? Vacsorázhat a helyettesse? Tudja, egy biztonsági cég után nyomoztunk. Szerződésünk volt Ackermannel. Építési területeken felügyelés. A menedzser adót csalt, és a nyomozás során ezzel a menedzserrel kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. Szóval Ackermann megzsarolta magát. Mondjuk úgy, hogy használta az eszközeit. És maga miért nem vitte ezt fejjel? Beláthatta volna a hibáit. Ugyan, mindenhol vannak barátai. Kétlem, hogy bárki is hitt volna nekem. Hát ezt most már sosem fogja megtudni, igaz? Mondja meg nekem. Ön szerint Ackermann ölte meg Harry Fentont. Ugyanezt kérdeztem magamtól is. Át kell adnia a kártyáját.
Nem akartam hazudni önnek. Átvert engem. Ön sem jobb nála. Ezen van elég info, ami Akerment a csaláshoz köti. Ha bedőlök, ő is jön velem. Perry és én pár hét különbséggel születtünk. Már akkor is nehezebb voltam egy kicsit. Amikor gyerekek voltunk, folyton a parton jártunk. Rákokat gyűjtöttünk suli helyett. Felnőttünk. Feleség, gyerekek. Mindig vigyáztunk magunkra. És persze egymásra. A klubtagokkal egy család voltunk. Bárkit megkérdeznének itt, mindenki azt mondaná, hogy Harry jó srác volt. Igen, persze, hogy az volt. Az volt. A legjobb. Van valami, amiről tudnunk kell? Én nem mondhatom el. De hamarosan megtudják. Ha itt megtudják, hogy beszéltünk. Nem hivatalosan, igaz? Pillanatok alatt végem lesz. Tőlem semmit sem tudnak meg. Danny Welch, mondd önnek valamit ez a név. A parton találtak rá pár hónapja. Baleseti halál volt. Barrow Bridge Bay, igaz? Igen. Azt tudta, hogy Fenton őrmester nyomozott az ügyben? Ugyan már, ez fontos lehet. Azt mondta, személyes ügy. Egy haverjához van köze. Ez sem volt hivatalos. Le a kerekeket. Olyat keresünk, amilyen nyomot a tett helynél találtunk. Biztos most csináljuk ezt? Nem szép a búcsú egy-két letartóztatással? Gondoltam talán, randizhatnánk. Egy este, kettesben. Nem most van ennek ideje, Garrett. Miért nem? A történtek után... Garrett Hennings? Ki kell kérdeznünk Harry Fenton halálával kapcsolatban. Mi? Ez itt egy vérasztás? Jöjjön! Nem én tettem! Mindenki őrizze meg a nyugalmát, köszönöm. Nem viszik őt sehová. Akkor keressen egy helyet, ahol beszélhetnénk, mert a tömeg mindjárt meglincseli őt. Az emeleten. Itt marad. Akkor beszéljünk egy kicsit, Garrett. A rendőrség figyelmeztette pár hónapja, mert verekedett a klubnál. Pár fickó egymásnak ugrott. És maga is belekeveredett. Csak szét akartam választani őket. Danny Welch bántotta magát valamikor. Az anyja szerint bajos volt, miután ivott pár pohárral. Dannynek mocskos szája volt. Sokszor parancsolgatott. Amikor Dannyt holtan találták, önök aznap este együtt iszogattak. Igen, biztos ott volt. Nem is emlékszem már. Szerintem nagyon is emlékszik. Mert követte őt, miután bezárt a klub, nem igaz? A sétányon parkolt le, itt a bizonyíték, a maga autója. És? Kocsikáztam kicsit. Egy csomó sör után? Haleyhez akart menni. Azt mondta, bepróbálkozik. És gondolom, ezt meg kellett állítania. Jól begurult. Nem.
Az ő hibája volt. Azt mondta, hogy lúzer vagyok. Hogy Haley Bottal sem piszkálna meg. És ekkor ütötte meg. Nem mondok semmit. Anya mondta, hogy nem kell. Azért mondta, mert meg akarja védeni. Garrett. De szerintem ideje lenne elmondani az igazat, nem? Baleset volt. Esküszöm. Ha nem lett volna részeg, nem zuhant volna le. És Harry mikor jött rá, hogy mi is történt? Hm? Nem jött rá. Nem mondtuk el senkinek. Szerintem maga ölte meg, hogy elrejtse a nyomokat. Bedobta a holttestét pár döglött bárány mellé a Broadwick farmon. A Brankley-ben találtak rá. A vágóhídon. Mert tudta, hogy ott fog kikötni Naz Ahmed kamionjában, hiszen mindent leírt egy papírra. Én itt voltam. Egész nap a klubban. Kérdezze anyát, ő megmondja. Harry búcsúbuliját szerveztük. Azt akarja mondani, hogy egész este itt volt a szüleivel? Az apám úgy hét körül ért vissza. Ért vissza? Mégis honnan? Az élelmiszerboltból. Oh. Azokat a papírokat haza szokta vinni magával? Igen. Oh. És mégis miért? Apa mindig leellenőrzi, hogy mindent jól csináltam-e. Főnök, ne csinálja erősítés nélkül! Majd szólok, ha kellene! A fia bevallotta, hogy köze volt Danny Welch halálához. A fiunk összezavarható. Ezért próbáltam megvédeni? Már mindenki fog derülni, úgyhogy inkább maga mondja el. Nem volt választásom. De volt. Úgy döntött, hogy elrejt. Rosszul volt akkor este, és elmondta, mi történt. Szólni akartam a rendőrségnek, de Aileen leállított. Mert ha szólok, börtönt kap. Kétlem, hogy most jobbak lennének az esélyei. Hónapokig együtt élni, ezzel és egy szót sem beszélve róla. Aztán Harry meglátja a rendszámát a kamerarendszerben. A Danny csaja nem piszkálta volna a dolgot. Mondtam, hogy nem fog jól esülni. Harry tudta, hogy rejteget valamit. A meggyilkolását meg kellett tervezni. Kétlem, hogy Garrett képes lett volna rá. Segítsen nekem tisztára mosni a fia nevét. Harry azt mondta, adjam fel Garrettet. 24 órát adott. Ha nem teszem meg, letartóztatja. Ezért találkozott, beszélt meg vele a mocsárnál. Egy séta mindent megold. Kivéve ezt, igaz? Csak beszélni akartam vele, hogy gondolja át. Csak vitt magával egy fegyvert, azzal a szándékkal, hogy megöli. Magának köszönheti. A legjobb barátja. Választásra kényszerített. Eldobta a testét és hagyta elégni. Nem tudtam Garrettet feladni. Az én saját vérem. Harry és én hosszú éveken át számíthattunk egymásra. Jó lett volna, ha elengedi.
Ó, csak hát az volt a gond, hogy Harry nem tudott szemet hunyni felette, igaz? És ezt maga mindenkinél jobban tudta. Ízig vérig sar volt. Jesse Hennings, letartóztatom Harry Fenton meggyilkolásáért. Semmit sem kell mondania. De árt a védelmének, ha nem említi, ami később a perben szóba kerül. Egyszer majd hallgat rám is, ugye? Ez meg mit jelentsen? Lehetett volna nála fegyver is. De nem volt nála. Szerencsére. De bármikor rosszra fordulhatott volna a helyzet. Mintha Chandra felügyelőt hallanám. Mondja csak ki. Micsodát? Rosszul ítélem meg az embereket. Ez mindig csak később derül ki. Én is félreismertem Fenton őrmestert, nem? Mégis olyan volt, amilyennek elmondták. Munkát ajánlott nekem. Tényleg? Legalább jó ízlése van. És elcsábult? Örültem neki. Gondolkodtam rajta. Aztán rájöttem, hogy nem. Jobb a régi vágású. Elvigyem. Vezethetek végre én? A holttestemen keresztül. Jön már.